Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Üdvözlet mindenkinek, 2023. április 30-a van, és Szilvai Péterrel beszélgetek. Péter a létkérdések.hu podcastnak az egyik fele, illetve van most már saját YouTube csatornája, de ezeket elmondja ő hamarosan, amikor felvázolja, hogy mi is lesz a mai téma, úgyhogy köszöntök mindenkit itt az Infobubble csatornán, és akkor átadom a szót Péternek, hogy felvázolja a gondolatait, meg bemutassa, mert azt hiszem, hogy új ez a csatorna, ha jól emlékszem, úgyhogy lehet, hogy azt is érdemes uh -huh. megnézni majd. Igen, hogy tiéd Igen. a szó, Péter. Hello, köszönöm, sziasztok. Igen, a Szilvai Péter vagyok, a Létkedések Podcast a, a fő platformom, amit csinálunk, ugye ez egy hitvita podcast. Spotify-on, Apple Podcast-en, Youtube-on, Deezeren, n és podcast.hu-n elérhető, Való igaz, most kísérletezem azzal, hogy egy saját csatornát is indítsak. Például a legutóbbi beszélgetésünket azt már oda töltöttem fel, de még egyelőre, hogyha valakit érdekel, akkor sokkal több kontent talál a Létkérések Podcast-en. Egyébként létkéresekpodcast.hu-n föl van az összes link, amit eddig elsoroltam. Ja, egy újabb, egy újabb beszélgetés, ami az én követőimet majd kirázza tőle a hideg, hogy miért állok veled szóba újra de, de én élvezem, úgyhogy, úgyhogy csináljuk. Egy dolog jutott eszembe, ugye a múltkor szerintem egy tök jó beszélgetésünk volt, és az egyik ilyen nyitott irány, ami, ami, amiben nem mentünk el, de felvillantottuk, az a, ez a racionalitás, irracionalitás volt. És hogy nagyon sokszor hallom azt hívőktől, kvázi fel, így felhánytorgatva az ateistáknak, hogy az, a, a racionalitást nem mindig tudod használni, mert, mert hogy bizonyos területeken, és a hit az egy valahogy ide tartozik, a, a nem tudom, az irracionalitás az jobb, vagy igazából koncepciózusan sem teljesen értem. Ö, nagyon érdekelne, hogy, hogy Egyáltalán mit értünk ez alatt, hogy, mert amikor én racionalitást mondok, akkor például olyan dolgok foglaltatnak ide, mint hogy ellentmondás, mentesség, miért jó nekem irracionálisnak lenni, vagy az életednek mely területén alkalmazod még az irracionalitást, mint egy vezérlő elvet, és ez, ez, ez hogyan lehet egyáltalán koncepciózusan is jó, pláne a gyakorlatban. Úgyhogy gondoltam, hogy ezt a, e, ezeket a szavakat így megragadhatnánk, és kicsit beszélgethetnénk róla. Jó, rendben, én azt javaslom, hogy akkor talán, talán az az a legjobb, hogyha te felvázolod, hogy szerinted mi az, hogy racionális, meg irracionális, és akkor mm -hmm. én meg, meg közben én meg fogom nézni a szótárban, hogy mi az, amit jelent az arkanum, szótárban a racionális, de talán úgy a, a legjobb, mm -hmm. hogyha te magad felvázolod, hogy szerinted mi az, hogy racionális, és akkor abból. Mm -hmm megpróbálom utána én ki kiámozni, mm -hmm. hogy mi is az én álláspontom azzal a kapcsolatban. Szóval mondjad, hogy mi szerinted, mm -hmm. és akkor utána én közben megnézem azért. Sokan sok, sok mindent mondtak a, a racionalitásról, én megpróbálom ilyen nagyon hétköznapi módon megközelíteni, és ez szerintem ennek kulcseleme, amit említettem is, az ellentmondásmentesség. A, a, tulajdonképpen a formális logika alapszabályait ide lehetne sorolni, hogy mondjuk, ha A egyelő B-vel és B egyelő C-vel, akkor A egyelő C-vel, meg mit tudom én, ilyen, ezek az ilyen alap kicsit, hát nem is annyira nehéz dolgok. De, de szerintem a, a Legfontosabb, mm, motivuma a legfontosabb centrális motívuma a, racionális viselkedésnek az az ellentmondásmentesség. Tehát, hogyha hogy, 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 hogy például nem ne igaz egyszerre valami és annak az ellentéte, hogyha itt a, log, a formális logika alapszabályaiból egyet kell kiemelnem, akkor ezt emelném ki. És ez az, ahol, ez az, ahol egyszerűen nem látom be, hogy hol van egy választásom afelől, hogy én választhatom a, választhatom az irracionalitást. Mert abban a pillanatban, hogy az irracionalitást választom, és, és például megengedem azt, hogy ellentmondásokba keveredjek, például azt mondjam, hogy Isten minden határon túl szerető, de ugyanakkor egyébként az özönvíz formájában elárasztja a Földet, minden embert, és egyébként teljesen ártatlan állatot is egy szörnyű fulladásos halának kitéve. Hogyha ilyen ellentmondásokat megengedek, akkor utána az ellentmondások kimagyarázása véget, újabb és újabb szaltókat kell tennem mentálisan, és és nagyon rövid úton összeomlik a rendszer. Hát, de, igazából engem az érdekelne nagyon, és erre, erre gondoltam, hogy megragadom itt az alkalmat, hogy nem te vagy az egyetlen, akitől hallom ezt, hogy hát nem, lehet, nem lehetsz mindig racionális, és a hit az valahogy nem tudom, hogy a, hogy a, racionalitáson túl mutat, de a racionalitáson túl az irracionalitás van, ami pedig önellentmondásokat szül, ami pedig már elméleti szinten összeomlik, hogy a gyakorlatban. És nagyon érdekel, hogy, hogy hogyan, ho -hogy, hogy, működteted ezt a rendszert, hogyan használod, vagy egyáltalán mit értünk ez alatt? Világos. A, én megkerestem ezt a racionalitás definíciót, ez itt van az az arkánum szótárban racionális, az azt jelenti, hogy egy pillanat, az értelem számára felfogható, az észből eredő, az irracionálissal ellentétben fogalmakkal kifejezhető. Most szerintem amiről te beszéltél, az özönvíz kapcsán az nem irracionális, hanem csak sim simán egy ellentmondás. És az, az, az nem ugyanaz a, a kettő. Az irracionális úgy tűnik itt, minthogyha, Nem is tudom ezt, hogy az értelem, vagy van-e a Bibliában olyan, ami az értelem számára nem felfogható, vagy attól függ, hogy mit jelent az, hogy észből eredő. Hát nézd, mondhatsz egy példát, de ha az özönvíznél maradunk, ne, nem akarom elvinni a beszélgetés teológiai irányba, mert én el tudom magyarázni, ha valakit érdekel, az özönvíznek a teológiája, meg az oka, hogy miért volt az, csak nem vagyok benne biztos, hogy az az, amire vágysz te, vagy esetleg azok, akik ezt majd hallgatják, de az özönvíz esető, az nem irracionális, az csak egyszerűen ellentmondásosnak tűnik, és de, de végtelen egyszerű megérteni, Én csak az számomra viszont az nem fogható fel, vagy nehezen, hogy azok számára, akik nem hívők, miért olyan nehéz megérteni, hogy valaki, aki szeret, az attól még büntet? Mint az özönvíz esetén is. Mint. Az özönvízzel nem csak nem... Van egy külön téma az egész, hogy az igazság alatt mit értünk. Ugye van egy retributív igazság, meg van egy konzekvencialista igazságrendszer, ami kb. a két ilyen fő igazságmodell, ami közül választani lehet. Ugye a retributív azt mondja, hogy az igazság az, hogy ha te rosszat követtél el, akkor valamiképpen Rád szenvedést kell adminisztrálni, és akkor valamiképpen ez így nem tudom, kiegyensúlyozza ki a mérleget, ami számomra mindig is egy nagyon abszurd dolog volt. Én nagyon preferálom a, a konzekvencialista igazságmodellt, ami az én értelmezésemben azt jelenti, hogy ha valaki rosszat követett el, a feladatunk az, hogy minimalizáljuk a további rossz dolgokat. Ennek a büntetés esetleg lehet egy eszköze, mivel az emberi psziché úgy működik, hogy kondicionálható, hogy ha csináltál valamit, és utána valami fájdalom ért, akkor az agyadba be fog húzalozódni, hogy azt nem csinálom újra, mert újra fájdalom fog érni. Tehát ugye ilyen pavlovi reflexeket ki lehet hát alakítani. de a, a büntetés, mint módszer, az ennek a, 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 az, az e, ennek a koordinátorrendszerében értelmezhető és, és, értelmes, de nem minden esetben, tehát nem minden esetben az a tényállás, hogy te csináltál valami rosszat, akkor ellened is csinálunk valami rosszat, és akkor ez mindig az optimális megoldás. Tehát nagyon sokszor, ha mondjuk a, a, a gyerekem csinál valami rosszat, akkor ahelyett, hogy észnélkül büntetném, és marhára igazságos lennék, és pszichológiailag összetörném kb., ahelyett inkább tanítom, rávezetem, megmutatom neki, hogy mi a következménye annak, amit csinált, hogy miért rossz az neki, miért rossz az másnak, miért rossz az mindenkinek. Tehát a, tulajdonképpen a konzekvencialista, tehát a, 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 a következmények optimalizálására fókuszáló igazságrendszer, ami, ami bár része lehet a büntetés, de csak, csak annyiban, amennyiben ez, ez, od, ez azt szolgálja, hogy később kevesebb történjen abból a rózból, ami történt. En, ennek tulajdonképpen egy részt ez a, ez, a, ez a retribúciós rendszer, ez a büntetőrendszer, és ö, ilyen formán a, a, büntetőrendszer egy kicsit primitívebb, tehát hogy, hogy beleragad abba, hogy új igen, büntetni kell, mert az egy ilyen furcsa, fiktív könyvelést így egyensúlyba helyez, de nem teszi föl a kérdést, hogy oké, okay, de de tulajdonképpen mi a célja ennek a büntetésnek, mert hogyha föltenné ezt a kérdést, akkor akkor kiderülne, hogy a, a, a büntetés tulajdonképpen egy módosító eszköz, amivel emberek viselkedését a jövőre nézve próbáljuk módosítani, és mint ilyen, csak egy eszköz több közül, és nem mindig ez az optimális. Szóval nekem ez nagyon furcsa a... a a keresztény vagy isteni igazságrendszerben, és az özönvíz is például ide tartozik, hogy miért ne büntetne? Például azért ne büntetne egy isten, mert na ő például minden képességgel rendelkezik arra, hogy a fájdalom okozás nélkül módosítsa emberek viselkedését. Tehát például, ha a fáraó szívét meg tudta keményíteni, ugyanígy valaki szívét meg tudná puhítani, hogy ne bűnözzön az illető. <laughs> hogy meg tudná neki mutatni, hát, hogy ki, ki lehet jobb tréner, mint az Isten. Okay. ha már egy pszichológiai könyv meg tudja emberek viselkedését változtatni, hogy ne tudná az Isten? Hát még százezerszer jobban meg tudná változtatni, pusztán az, hogy leül vele beszélgetni, azt mondja, hogy figyelj, értem, hogy ezek zajlottak le benned érzelmileg, amikor azt a rossz dolgot csináltad. Erre ez is ez a megoldás, ilyen technikákat tudok neked javasolni, stb. Tehát, hogy a, én, én egy primitív kornak a beleprojektálását látom ebbe az Isten modellbe, a, aki, aki minden áron büntetni akar. Aha. Értelek, értelek. A probléma az, hogy ez ez nem így nem így van az írások alapján sem, amiről beszélsz. Az az elgondolás, hogy most ha amiről beszélsz, hogy büntet, és akkor megöli az emberiséget az özönvízzel, az azt feltételezni, hogy ő előtte nem próbálkozott semmi más módszerrel, ami nem igaz. Már csak az írások alapján sem igaz, hisz tudjuk, hogy míg Noé építette a bárkát, addig eltelt, hosszú-hosszú évtizedek, több mint egy évszázad egyébként, és az alatt ő mindvégig az emberek figyelmét fel akarta hívni erre a, a történésre. Ez az egyik. Még akkor is, hogyha ezt különböző szövegekből akarjuk kiolvasni, ami esetleg nem része a kánonnak, de a ténye nem változtat, de amúgy is mindegy, hisz láthatjuk a teremtő metódusát folyam folyamatosan az írásokban, sosem az, hogy te rosszat csináltál, ezért halárád és véged van, hanem mindig érkezik, figye sőt, a kegyelem az egy nagyon fontos része az írásoknak, úgyhogy és annál jobban ismered őket, mint hogy az csak figyelmen kívül hagynád, és azt mondanád, hogy hogyha X csinál A bűnt, akkor az arra azonnal következik az a megfelelő büntetés. Ez nagyon jól tudod, hogy nem így van. Úgyhogy ez, amiről beszélsz, ez, ez, egyszerűen csak az írások alapján sem így van. Ez a, ez a legfontosabb, hogy értse meg mindenki, aki, aki, ezt a gondolatot ismételgeti, hogy minek a büntetés, minek a büntetés. A büntetés elkerülhetetlen a nevelésben. Én, és az, hogy a modern pszichológia azt állítja, hogy büntetés az mentális károsodást okoz, ez ugyanaz a pszichológia, egyébként, amelyik azt állítja, hogy káromkodni lehet, mert az pozitívan hat a pszichére. Ez ugyanaz a pszichológia, aki azt állítja, hogy ha valaki úgy gondolja, hogy ő, ő, vaknak született volna, és ő nem is tudom, minek hívják ezt, trans ébo, vagy valami ilyesmi, akkor azt meg lehet vakítani művi úton, hisz az amúgy is vaknak képzeli magát. És ez létezik, én, meg, én demonstráltam ezt a videóban, megmutattam erről, vannak dokumentumfilmek, hogy ez létezik ez a dolog. Ez ugyanaz a pszichológia, ami azt állítja, hogy ha azt mondom, hogy én nő vagyok, akkor én onnantól kezdve nő vagyok. Szóval az, hogy a pszichológia mit állít, meg szerintük mi van a büntetése, meg annak a következményével, az engem a legkevésbé sem érdekel, hisz tudom, hogy számos más dologban ostobaság az, amit mondanak objektíve. És zárásul pedig azt akarom mondani, hogy ha megkeményítem a szíved. A fáraós, azt lehet, hogy most ö, le tudjuk rendezni könnyedén. Az a kifejezés, amiről beszél, hogy megkeményítem, az hazák. És az azt jelenti, hogy megerősítem. És ugyanezt történik veled, velem, meg mindenki mással a világban. Ő képes felerősíteni azt, ami a szívedben van, úgy, mint egy erősítő. Szóval, ha az arra hajlik, olyan lesz, ha erre hajlik, olyan lesz. És azt nem mondhatja senki, hogy fáraó nem kapott figyelmeztetést, hisz a világtörténelem tíz leghíresebb figyelmeztetését kapta mielőtt megtörtént volna az utolsó csapás az első szülötteknek az elpusztítása. Szóval nem tudom még mi az, amit csinálni tudott volna azon kívül, hogy a vizet vérré változtatta, meg békákat küldött, meg mindent, és megmondta mindenre, hogy hogy lesz, mint lesz, milyen következményekkel jár az, ha nem hallgat rá. Úgyhogy én abszolút nem látom azt, amit mondasz. És még csak annyit, hogy az az elgondolás, hogy lehet gyereket nevelni, vagy bárkit nevelni a, a fizikális büntetésnek legalább a legalább az árnyéka nélkül, az egy így uh -huh. hibás elgondolás, és a világ ahogy kinéz most, ez demonstrálja azt, ahogyan az emberek uh -huh. viselkednek, meg ahogyan a gyerekek viselkednek. Szerintem amit itt demonstrált a, a vallásosságnak a, az, a, a, az a jellemzője, hogy az arányérzék teljesen hiányzik belőle. Tehát te egyetértek azzal, hogy lehetetlen és nem is kívánatos úgymond büntetés nélkül például felnevelni egy gyereket. Tehát, hogy o, 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 főleg, mert ezt úgy értelmezzük, hogy, hogy olyan szenárió gyakorlatilag nincs hogy soha egyetlen egyszer nem, nem, nem büntetné. Tehát, hogy ebben teljesen egyetértünk, sőt, még abban is egyetértek, hogy jelenleg a világ egy kicsit ez az inga kival lengve abba az irányba, hogy, hogy ugye nagyon kevés a büntetés, nagyon, nagyon elkezdtünk odafigyelni a gyerekek lelki világára, ami egy jó dolog, csak mivel ez új, ezért most még ez a túltolás fázisában van, mint minden új dolog általában először túltolásra kerül, az emberiség. által, mielőtt rájönnek, hogy, hogy, hogy itt is a dózis teszi a mérget, tehát van egy határ, ami már túl sok, és mondjuk fölnevelődik néhány gyerek, aki annyira egy feljogosított állat lesz, hogy rendkívül kellemetlen a, a társadalomban való létezésük. Szóval bizonyos aspektusával egyetértek, de mondjuk ha az özönvízről beszélünk, hogy tényleg a komplet emberiséget fulladásos halálnak kitenni, valamint az összes szárazföldi élőlényt, akiknek aztán tényleg semmi közük ehhez, és elmondhatjuk, hogy bibliai szempontból mondjuk nincsen lelke az állatoknak, de szerintem könnyű belátni, hogy szenvedésre képesek az állatok. Olyan fokú aránytalanságot, olyan fokú brutalitást vélek itt felfedezni, hogy akkor, ha szeretnénk végigvinni ezt a gyereket muszáj büntetni analógiát, akkor oda lyukadunk ki, hogy oké, okay, tehát a, a gyerekedet is, mondjuk, ha nem is folytod vízbe, bár egyébként bőven mondhatnám ezt is, de mondjuk egy kicsit, ha csak belenyomom a fejét a kád vízbe, az még rendben van? Értetted, hogy ez az analógia nagyon-nagyon veszélyes helyekre vezet. A másik pedig, hogy az egy nagyon érdekes kérdés, hogy azt mondod, hogy Isten próbálkozott, meg hogy, hogy nem mondhatjuk, hogy Isten nem próbálta, nem tudom, hatni az emberekre, vagy meggyőzni az embereket. Tegyük fel, van egy ilyen szenárió, ahol Isten próbálja meggyőzni az embereket, de nem sikerül neki. Ezt akkor gondoljuk át egy kicsit. Tehát akkor mi történt? Hogy mi, mi itt a, a, a következtetés ebből? Hogy, hogy ezek szerint akkor Isten... Ö, már bénak és emberi lényeket sem tud meggyőzni valamiről? V vagy miért nem tud? Azért nem tud, mert ő ennyire béna, vagy azért nem tud, mert mondjuk a sátán ennyire erősen munkálkodik az emberekben. Ha ennyire erősen munkálkodik a sátán, Hogyha engem megszáll a sátán, és felpofoz valakit az én kezemmel, akkor ez egyébként azért, az az én hibám? Engem kell érte vízbe folytani? Vagy engem kell érte a bármilyen mértékben megbüntetni? Szóval hogy ez is ez is olyan kérdésekhez vezet el, amik amik nagyon rövid távon alássák a, az Isten karakterének a állítólagos karakterét, tehát hogy miket állítunk róla, hogy ugye, ö, 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 mennyire hatalmas, mennyire mindent tudó, mennyire bármire képes. Vagy ugye ott a harmadik lehetőség, hogy a, mondjuk az emberek szabad akaratukból választották azt, hogy nem hallgatnak az Istenre, mert, mert az úgynevezett szabad akaratuk miatt úgy döntöttek, hogy nekik sokkal kellemesebb bűnözni, akkor felmerül a kérdés, hogy miért kell az embereknek szabad akaratot adni. Hiszen azt tudjuk, hogy tehát a szabad akarat az, az csak a megfelelő, a megfelelő karakterrel párosulva érték. Például létezik olyan lény, akinek szabad akarata van, és mégsem bűnözik, ő az Isten. Egy olyan lénynek, aki ennyire fogékony a bűnre, miért adjunk szabad akaratot? Hiszen kizárólag negatív. Hozzáadott értéke lesz ennek a, ennek a beléjük rakott szabad akaratnak. Tehát akkor megint kinek a hibája az, hogyha mondjuk az emberiség szabad akaratából lett ennyire bűnös? Hát annak, aki egy ilyen emberi természethez hozzákeverte a szabad akaratot, tudván azt, hogy ez a koktél nagyon veszélyes és konkrétan robbanó káros elegyet alkot. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm. <laughs> Oké. Okay. Értem. Jó, elhangzott megint csak rengeteg dolog. Nem tudom ezt eléggé hangsúlyozni azok számára azok számára, akik, akik nézik ezt a, a videót. Nyilván a te oldaladon azok az emberek nagyjából be vannak rögzülve arra a látásmódra, amit, amit te képviselsz, amivel nincs is probléma, amit meg én ott, meg nyilván a többség arra, amit én. Bár csak olyan egyszerű lenne, mint ahogy azt, azt felvázoltad, hogy miért nem csak csinál akkor olyan lényeket, akik azért, mert ezt miért olyan nehéz megérteni azt, hogy a szabad akarat, az nem létezik akkor, hogyha nem választhatom a rosszat. Akár azért, mert én csak jó vagyok, akár azért, mert nem tudom választani. Ha nem tudom választani a rosszat, akkor nem létezik szabad akarat. És akkor azért lenne most a harc, hogy miért nem teremtett engem olyannak, hogy választhassam a rosszat. Szóval nem tud jót csinálni, ez az egyik. Ami, ami ennél fontosabb, az viszont talán az, hogy Neked is, nekem is, mindenki eldöntheti, hogy csinálja-e azt, ami helyes a Teremtő uh -huh. szeme előtt, és azt tudod, hogy mi hisz le van írva a Bibliában. Ha nem hiszel benne, annak ellenére, amit ő tett az életedben, meg amit látsz magad körül, az megint csak nem az ő hibája, hisz ő megtett mindent. Igyekezett hívni, mint ahogy most is ezen a beszélgetésen keresztül, meg számos esetben a múltban. Szóval a végén úgy is ott fogsz állni te is, meg én is, és akkor majd nem fog tudni senki szólni semmit, mert ott lesz az a végtelen esemény, ami elvezetett volna hozzá, de te nem hallgattál rá. Minden mellett persze lehet, hogy az a lényeg, hogy nem tud olyat csinálni, aki választhat, de a jót választja, és azért nem, mert nem lehet olyat csinálni, mint ő. Megvannak bizonyos kvalitásai, hívjuk Istennek. Istennek megvannak bizonyos kvalitásai, amiket nem lehet reprodukálni, ez a lényege, hogy nem tudod reprodukálni. Az egyik ilyen például az, hogy ő önmagától létező. Nem tudsz önmagától létező dolgot teremteni, hisz az már tőled származik. Ezt aszeitásnak hívják. Az aszeitás az Istennek az egyik tulajdonsága, egyik legbelső, eszenciális lényege, amit nem tudsz reprodukálni. A fia, aki Jézusnak ismer a világ, és azt mondják, hogy ő három, szent háromság egy része, ő sem olyan, mint az atya, nem lehet olyan. Sőt, hogyha bárki érteni az írásokat, akkor rádöbbenhetett volna, hogy neki le kellett jönni ide, hogy végmenjen azon az életen, amin mi, hogy azzá válhasson, ami neki a, a teljes potenciája. Szóval az az élet, amit te tapasztalsz itt, ez szükségeltetik ahhoz, hogy te a spirituálisban olyanná válhass, amilyennek ő szeretne téged. Nincsen ilyen lény, akinek, aki így kapcsolatban van a teremtővel, és szabad akarata van, és nem megy át a, spirit, a fizikális életen. Ha az ő fiának, az ő szavának le kellett jönni, hogy végig menjen rajta, akkor hogy is lehetne az, hogy mi ne menjünk végig rajta. És az az elgondolás, szerintem teljesen abszurd, hogy ne büntesek valakit azért, hogyha rosszat csinál. Én nem értem, hogy ez hogy akarhatja bárki. Nem lehet ilyet csinálni. Lehetetlen ilyen világot létrehozni. Következmények nélkül nincsen tanulás. Ez mindenhol így van. Hogyha azt mondod a gyerekednek, hogy fejezd be a rohangálást a szobában, vagy adok egy pofont neki, hogy befejezze, vagy neki megy az asztal sarkának, és lefejeli, de előbb-utóbb valami probléma lesz, nem? Neked, ha van gyereked, akkor ezzel tisztában vagy, nekem nincs, de tudom, hogy így van, mert én is voltam, az meg látom. Szóval nem tudsz olyan világot kreálni, Plusz a másik az, egy 5 öt, öt évesen mit fog leállni tárgyalni, vagy egy hat évessel, hogy ó, fiam, hogyha ha megérted azt, hogy apát szavára hallgatsz, akkor majd felnövekedvén egy erkölcsös, morális felnőtt leszel, aki itt majd mindenki szel... nem érti. Amit ért, az a következménye annak, amit csinál. Ha az fizikális, akkor ám legyen. És én nem is tudnék jobban nem egyetérteni azzal, hogy ez valamiféle lelki törést okoz majd a gyerekekben. Az, hogy milyen bizonyítékot találnak ők, mondom, ők találtak bizonyítékot már mindenre. Többek között arra is, hogy az normális, hogy 13-14 évesek elmenjenek szórakozni hétvégente, ezzel semmiféle probléma nincs, vagy 15-16 évesek ott aludjanak a barátjuknál, meg a barátnőjüknél. Érthető? És ez, ez jó, mert a szex egészséges, meg valahogy le kell vezetni a feszültséget. Ugyanezek a hülyék mondják azt is, hogy a, a fizikális büntetés az mit tudom én milyen lelkitörést okoz szóval. Ha már ellentmondásokat keresünk, akkor itt van számos ezek közül, amit, amit állítólag ezek a tudósok felfedezgetnek. De, de végtelen ilyet tudok mondani, hogy ha gondolod szóval. Igen első ránézése ellentmondásosnak tűnik, de csak azért, mert felületesen ismerik az emberek. És hogyha úgy olvasod, mint egy könyvet akkor persze, hogy lesz benne számos ellentmondás, amire azt mondod, ahogy lehet ez, meg az, meg az. De ez nem így működik. Szóval én nem látok benne semmi, hogy különösen ebben a történetben, ami irracionális lenne. Oké, okay, térjünk vissza a Jézusra és a szabadakaratra. Tehát azt mondtad, hogy Istennek egyik belső tulajdonsága, hogy önmagától való, például, ez egy, ez egy példa arra, hogy ő reprodukálhatatlan. Szerintem ez egyébként az égvilágon semmiből nem különbözik, semmiből nem következik ezek, ezek ilyen nagy bemondások. Tehát ez, ez pont olyan, ez pont olyan fentezi világalkotás, mint, mint akármelyik fentezi világ, hogy gyűrűk ura vagy a mágus. De vegyük például Jézust. Te magad mondtad, hogy oké, okay, Jézus nem önmagától létező lény. Jézus egyben ember is volt, Jézusnak feltételezem szabad akarata is volt, tehát lehetség, és Jézus bűntelen volt a, 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 a standard teológia szerint. Tehát létezhet emberi lény, aki függően keletkezik, és aki egyben bűntelen. Üh, innentől kezdve az, hogy szabad, a szabad akarat beleteremtése szükségszerűen a rossz választását eredményezi, ez, ez megdőlt az atya szintjén, és megdőlt Jézus, mint, mint részben emberi lény a szintjén is. De ha egyébként a szabadakarat akarat szükségszerűen a rossz választását eredményezi, akkor visszatértünk oda, és, és, és egyetértünk remélem abban, hogy a szabadakarat nem feltétlenül egy jó dolog. Tehát ezt a kérdést tenném fel, jó dolog-e a szabad akarat? Mi a szabad akaratnak a hozzáadott értéke? Az, hogy te szerinted szükségszerűen emberek olyan dolgokat fognak elkövetni, amelyek az ő kárhozatukat fogják előidézni. És innentől kezdve egy Isten, amelyik jót akar, meg amelyik az emberekkel szeretett közösséget szeretne, meg amelyik az embereket szeretné az ő országába, ha minél többen lennének, és ott csak úgy topzódna a szeretet. Miért tesz bele egy ilyen egy, egy, egy ilyen összetevőt ebbe a koktélba? Nem értem. H Hogy Na. ez teljesen kontraproduktív, ez egy, ez egy buta ötlet enyérővel, akkor foghatná Isten, és akkor beleinjektálhatna még egy hatalmas, mert mondjuk még a létezőnél is százszor nagyobb gyilkos ösztönt, vagy bármilyen őrült kontraproduktív dolgot. Nézd, nézd Miért? Nézd, de... a, tehát a, a szabad akarat, lé, látjuk, a Bibliában van példák, az atyát kvázi kizártad, hogy oké, okay, ő egy külön kategória, de akkor még mindig ott van Jézus. Van, van példánk arra, hogy a megfelelő természettel párosítva a szabad akarat Uh, nem feltétlenül vezet bűnözéshez, a teológiai rendszer szerint. Innentől kezdve ez azt jelenti, hogy szabad akarat plusz a megfelelő természet, tök jó. Szabad akarat plusz nem megfelelő természet, amilyen az embermészet, amit zárójel megint Isten teremtett, nem jó ötlet, rossz ötlet, ne keverd össze ezt a kettőt, mert csak baj lesz belőle. Drága Atya Úristen, miért keverted össze ezt a kettőt? Világos. Jó, visszatérve az asszaitásra, meg ezekre a fogalmakra. Ez filozófiai fogalom. Úgy, hogyha a problémád van az asszaitással, vagy egy nagy, nagy fogalomként, akkor a filozófiával kell ezt lejátszod, nem a teológiával, ugyanis ez egy filozófiából származó elgondolás, asszaitás. De visszatérvén erre, amit mondasz, csodálkozom, hogy nem érted, vagy bárki nem érti. Nincsen igazi szeretet szabad akarat nélkül. Hogyha egy kicsit elgondol... De ezt kimondja? Ezt mondja? Mindjárt meg... Elmagyar... Azért, hogy nincs igazi szeretet... De nem tud lenni. Uh, sörrevaló való meghívás. De nélkül. ez nagyon egyszerű. Sose hogy... hívott meg az Isten sörre, tehát akkor nem szeretett. Hogy ez egy ilyen bemondás. Nem, nem, szóval, nem. Mindjárt elmagyarázom ezt. neked, hogy miért nem, és meg fogod érteni, én biztos vagyok benne. Szerinted te szerelmes tudsz lenni egy robotba? Vagy egy robot tud téged szeretni? Felhívnám figyelmeteket Infobaba 2, illetve Yahoo! útja a YouTube csatornáinkon a csatlakozási lehetőségre, melyen nem csak támogathatjátok munkánkat, hanem hozzáférhettek extra tartalmakhoz is. Köszönöm mindenkinek, aki megtette ezt eddig. Hmm. Tessék! Hát, ez, ez nagyon mélyre visz. In, inkább nem. Belemegyek a játékba. Mondjuk, szóval, ha belementél a játékba, akkor viszont el kell fogadnod, hogy a különbség az ember meg a robot között az, hogy a robot be van programozva, és azt csinálja, ami be van, ami be be van programozva, az ember pedig választhat. Azért szeretek valakit, mert olyan döntéseket hozunk közösen, hogy az közelebb visz minket egymáshoz. Azért, hmm. mert De így érted, akarjuk, hogy... Bocsánat, úgy azt akarjuk... Értesz? Hajlandók vagyunk áldozatokat hozni a másikért, amire egy robot nem képes, egy robot nem tud áldozatot hozni, mert ő csak azt csinálja, amit beprogramoztál. Ezért, szóval az igazi, tehát itt van, hogy az igazi szeretethez szükség, jó, a bibliai szeretethez, amire gondolsz, az érzés belül, meg ezek, az egy világi dolog. A biblia által megfogalmazott szeretethez nélkülözhetetlen a szabad akarat. Ez végtelenül egyszerű. És amíg annyit csak, de bocsánat. Hogy... Nem a szabad akarattal van a bajom. De, de azt mondtad az előbb, Semmi hogy... Semmi bajom a szabad akarat létezésével. Egymagában. Azzal van bajom, hogy a szabad akaratot milyen természettel párosítod. Mert az Istennek is van, az Atyának van szabad akarata, Jézusnak van szabad akarata. Mind a kettő egy bűntelen lény a teológia szerint, és ö, teljes joggal ö, hesszelnek a mennyországban az emberi természet, az egy olyan természet olybá tűnik, hogyha a szabad akarattal vegyíted, szükségszerűen rossz dolgok jönnek létre, bűnözés lesz, és rengeteg kárhozat lesz, ami senkinek nem jó. Az Istennek se jó. Azt mondják a vallásosak, hogy Isten nem örül annak, hogy mennyi ember elkárhozik. Tehát a, nem a szabad akarat létezésével van a problémám, hanem az, hogy a szabad akarat a megfelelő természettel párosítva jó dolog, és azt a természetet Miközben azt mondja a vallás, hogy Isten a saját képére teremtett az ember, de valójában az, az, az teljesen más. Hiszen láthatjuk, hogy ha az Isten természetét szabad akaratta vegyítem, minden oké, okay, vagy Jézusét, ha az ember természetét szabad akaratta vegyítem, katasztrófa lesz. Igen, a, értelek. A a, kettő, a kettőnek a párosításával van a probléma. Ez az Isten-Jézus- meg ez a két dolog. Istent kihagyhatjuk ebből az egészből, mert hozzá nem tudjuk magunkat hasonlítani abban az értelemben, hogy azt valószínűleg mindenki érti mind a két oldalon, hogy olyan csak egy van. Azt viszont nem biztos, hogy, szer hogy az én meglátásom szerint a karakter Jézus az micsoda. Mint ahogyan írja az írás, ő Elohimnek a szava, János első fejezet ezt egyértelműsíti, hogy a karakter Jézus az, az a teremtőnek a szava, és aztán emberi formát öltött a, a, a szent lélek közreműködésével egy emberen keresztül. Úgyhogy az egy speciális karakter. Azt nem tudod hasonlítani száz százalékig magunkhoz. Amiben tudjuk hasonlítani az az, hogy valaki követi azt, amit ő mondott, a szó, a szava, és vele van a Szentlélek, ahogy vele volt, mikor itt volt, akkor az mindig jót fog választani, és erre megvan a lehetőségem nekem, neked, meg mindenkinek, aki ezt hallgatja. Hisz tudjuk, hogy mi az ő akarata, azt ő beírná a szívünkbe, ha szeretnénk, és megadná nekünk az ő szent lelkét, hogy az vezessen minket. Szóval nem vagyunk pontosan olyanok, mint az ő szava, de az azt reprezentálta, hogy egy tökéletesen őt követő ember képes bármire itt a Földön, akár bűntelenül élni. Ez az egyik. A másik az, hogy ha, mindegy, hogy milyen törvényeket hozó, valami rend kell, hogy legyen a világban. Nem szabad, nem engedheted csak úgy szabadjára az embereket, úgy, hogy szabad választási lehetősége legyen. És nem tudod jónak teremteni őket, mert lehetetlen, mert választhatnak. Én nem értem, hogy ez miért olyan nagy akadály, amin át kell másznunk, hogy, hogy megérteni azt, hogy ha választhatsz, akkor lesz olyan, aki a rosszat választja, és kész. Nem tudod megakadályozni ezt, akár mit csinálsz vele, és ő sem tudja. És azt mondani, hogy ő gyenge azért, mert nem tudod beszélni az özönvíz előtti emberekkel, nem tudsz beszélni az emberekkel azért, mert nem akarják cselekedni azt, ami helyes, hanem egyszerűbb a fizikai létnek, a testnek engedni. És amikor azt mondtad, hogy ha nem is tudom, milyen példát hoztál, hogy sátán felbújt arra, hogy akármit csináljál, az a te hibád. Te fogod vállalni azért a következményeket, mert te engedted be azt az erőt, az elmédbe azzal, hogy úgy élsz, úgy viselkedsz, és úgy gondolkozol, ahogy. Nem muszáj az internetet böngészni, és nézni a nőket, ahogy táncolnak, vagy online kaszinóba játszani, vagy elmenni bulizni hétvégén, vagy a, a drogos haverjaimmal ülni egy asztalnál. De ha ott vagy, akkor vállalod a felelősséget azért. Szóval hogy lehetne egy ilyen világot kormányozni anélkül, hogy egy legyen büntetés, kettő, meg legyen szabad akaratod, és mégse válasz soha azt, ami rossz. Azt mondd meg nekem, hogy miért Választja az ember a rosszat szabad akaratában, és miért nem választja az Atya vagy Jézus a rosszat szabad akaratában? Világos. Azért nem választja az Atya a rosszat, mert ő az, ami jó. Ő csak egyszerűen ellentétes azzal, ami neki nem merül fel benne. Az őt nem lehet kísérteni ezekkel a dolgokkal. Ő nem vágyik ezekre a dolgokra. Ő csak egyszerűen magát. Tehát... Igen? Ez ugyanaz, ugyanazt mondod, mint én, hogy tehát a megfelelő természettel párosulva a szabad akarat teljesen oké. Okay. Tehát létezhet olyan szabad akarattal rendelkező lény, aki egyben egyszerűen csak nem választja a rosszat soha. Ez ha lé... Tehát hogy ezt, 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 ezt megalapoztuk, ezt kijelentettük, bemutattuk, hogy a szabad akarat és a bűntelenség összefér. Létezhet ilyen lény. Igen. Isten. Az ő szava, az ő viszont azt, is, viszont azt is mondod, hogy Isten képtelen olyan másik lényt teremteni, akiben szintén összefér a szabadakarat és a bűntelenség. Zárójá Jézus ezzel alapból kivétel, tehát azt is, szerintem Jézus arra példa, hogy létezhet olyan emberi lény is, akiben a szabadakarat és a bűntelenség egyesül. Csak ő nem volt ugye száz százalékig az az emberi lény, amik mi vagyunk. Ő a teremtő szava, és hogy miért nem tud másikat okay. teremteni, azért mert csak egy szava lehet valakinek. Szava olyan értelmű. Tehát érteni. létezik, tehát valahol az univerzum szövetében létezik egy törvény, azt mondod, mi szerint lehetetlen olyan lényt teremteni, aki nem isteni lény, akiben a szabad akarat és a bűntelenség egyesül. Így van, ez így van, ahogy mondod. Szerintem legalábbis. Ezt a törvényt, ezt, ezt a törvényt kialkotta. Ez olyan... tűnik, hogy Isten alá van rendelve ennek a törvénynek. Tehát senki nem azt mondta. Hittem, hogy Isten az univerzum és a törvények teremtője. Tehát, de, attól függetlenül nem mondta az senki, hogy ő nincs alárendelve a saját törvényeinek, vagy neki nincsenek korlátai. Isten hozta a létre azt a törvényt, mi szerint nem isteni lényben nem egyesülhet a szabad akarat és a bűntelenség? Nézd, ez egy, ez egy nem is tudom, axiomának hívják ezt a törvényszerűséget, ami csak egyértelmű, lehet, hogy hülyeséget beszélek, de például a szabad akarat az egy ilyen dolog. Hogyha ha van egy törvény, és van szabad akarat, abból az következik, hogy lesz, aki meg fogja azt szegni. Ezt nem tudja megváltoztatni ő sem. Érthető? Szóval alá van rendelve bizonyos törvényszerűség. Úgy tudtam, hogy kezdetben nem vala semmi, és Isten hozta létre ától zég, alfától omegáig az egészet. Így van. Ezt a törvényt is, akkor ezt a törvényt is neki kellett létrehoznia. Ő csak egyszerűen... Senki más nem volt ott előtte, aki, aki ezt, a, ezt a eléggé káros törvényt létrehozta. Ezt volna. nem kellett létrehozni, ez, ez a természeténél fogva az ő, a bűn és a, az igazság, az igaz viselkedés, a szeretet, a bűn, a jóságnak van egy ellentété, aztán kész. Az olyan, mint a sötétség. Hogyha nincs fény, akkor sötétség van. Nem kell létrehozni a sötétséget. A sötétség van. Okay. Ha viszont ez egy ennyire erős törvényszerűség, hogy kvázi Istennek is az ő teremtő munkássága során adottság, akkor milyen alapon kéri számon az embereken ennek a következményeit? már maga az Isten is csak kvázi elszenvedője annak, hogy ez a törvény valamiért létezik, valahogy az a valóság szövetébe bele van implementálva. Hát a csóró kis ember, aki meg milliószor, milliószor kisebb, mint az Isten, az aztán végleg csak elszenvedője ennek. Ez hallgat hozzá, nem mondja senki. Egy, mi, a, mi a... Mi a produktív értéke annak, hogy e ezek után akkor én majd jól megbüntetem az embereket? De nem az a lényeg, hogy megbüntetem. Én elmagyarázom az előbb, hogy nem tudsz szeretetet létre, nem tudsz szeretetet tanítani valakit szabad akarok nélkül. Ez csak, ez annyira egyszerű felfogni, hogy az Akkor Akkor Viszont múgyar. ha a szabad akarat egy ennyire, hogy, hogyha, oké, okay, akkor el akarom érni ezt a szeretett dolgot. Ez a, ez a célfüggvényem, Isten vagyok, szeretetet akarok maximalizálni, én is, én magam a szeretet egyébként, és ez nekem fontos. Igen. És olybá tűnik, hogy van egy, van egy törvényszerűség, ami felettem is áll, mi szerint a szabad akarat ehhez egy nélkülözhetetlen összetevő. Így van. És a szabad akaratnak egyébként vannak mellékhatásai, hogy bizonyos emberek ennek hatására bűnözni fognak. Most megint csak az van, hogy oké, okay, akkor én, mint Isten hozok egy döntés, hogy oké, mérlegelem, mi, mi, a nagyobb, hogy, hogy tudod, a cost benefit, hogy mi az ár, mi a, mit veszítek, mit nyerek rajta. Ez a szeretet nekem annyira fontos, hogy ha a szeretet koktéljába muszáj belekeverni a szabad akaratot és ezáltal a bűnt, akkor inkább belekeverem. Akkor ez megint az én döntésem. Tehát, hogy ezek után számon kérni a koktélomon azt, hogy Hé, te egy kicsit keserű vagy, mert bűn is van benne, de hát én kevertem bele, könyörgöm, mert én úgy döntöttem, hogy ezt a koktélt akarom. Nem tudsz már nagyon koktélt fontos. keverni. Nem is pláne, nem is tudok, akkor még az Istennek. Tehát én azt mondom, hogy az Isten hibája, de lehet, hogy még nem. hogy sem. azt mondod. Lehet hogy, lehet, hogy senkinek sem a hibája, de ha senkinek sem a hibája, akkor miért találjuk magunkat egy olyan univerzumban, ahol emberek milliárdja jelkárhoz? Ki mondta, hogy válasszák a rosszat? Csináld a jót, és éj! Válaszd a jót, és élj. easy. Nem mondta senki, hogy lopni kell, vagy bankot rabolni, mégis börtönbe zárjuk az embereket. Nem mondta senki, hogy házasságot kell törni, mégis el, megcsinálják az emberek. Nem mondta senki, hogy hát adta, de ki? Hát az emberiség találta, a szabad, akarat, A szabad akaratot visszafordítom a kérdést. Miért? Szerin, szerinted miért? A, a szabad akaratot táplálja egy bizonyos természet, bizonyos vágyak, biz... te választhatod például a vágyaidat? Az, hogy föl kell benned egy vágy, hogy valaki szerelmes leszel, vagy, vagy, vagy annyira éhes vagy, hogy inkább uh, ellopod valakinek a tárcáját és az abban lévő pénzt. De én nem csinálom hegyéret. ezt. Uh, értem, csak Meg hogy. Te sem. Uh, tehát, hogy a, a, szabad akaratot, a szabad akaratba egy input a te, a te természeted és a te vágyaid. Tehát, Igen. Mondom, már, már, már lefektettük azt, hogy szabad akarat tud létezni, uh, szabad akarat, és szeretet is tud létezni uh, bűnözés nélkül. Hát, de most azt akarod, hogy mindenki mindenket? egyforma legyen, és mindenki ugyanazt akarja. Mert. De ez nem igaz. Ez, ez egyszerűen nincs így. Ez korábban is utaltál rá, hogy. hogy hogy a szabad akarat nélkül nincsen, tehát hogyha szabad akarat van, akkor mindenképp bűnözés lesz. Egyébként a, a, bűnözés nélküli terület hatalmas nagy. Tehát, hogy én rengeteg döntést tudok hozni, rengeteg jó cselekedet van. Én, 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 én millió, gyakorlatilag végtelen dolgot csinálhatok szabad akaratomból, úgy, hogy közben egyébként a bűnözés területére nem léptem rá, mert a nem bűnözésnek a területe hatalmasan széle. Így van, alátámasztván azt, hogy ez a rendszer, ez tökéletesen ki van találva. Válaszd a jót, és én. Szóval most te vagy az, aki meg, me, megmutattad azt, hogy hogyan kell egyszerűen csak csinálni azt, ami helyes, az kész. Egyszerű. És a másik okay, az... de, de miért, miért keletkezik bennem, vagy az emberekben általában... Te, te mondtad, hogy a szabad akarat szükségszerű következménye a bűn, gyakorlatilag, hogyha egy emberi lényjel összepárosítod. Ez, ez miért van? Hogy miért ha van? ez egy olyan törvény, amit Isten hozott, akkor Isten hibája. Ha ez egy olyan törvény, ami Istennél is fölötte áll, akkor senkinek sem a hibája, viszont akkor senki sem számon kérhető. nem, nem ez nem igaz. Érhet, ez, a... Amiben az ember ezért erkölcsileg számon kérhető. Ezt non sequiturnek hívják, amikor, amikor, nem úgy, a következtetés nem helyes abból, amit, amit állítasz. A szabad akaratból Aha. nem következik az, hogy te nem vagy felelősségre vonható. Válaszd a jót, és élsz. Szóval a felelős nem kell, nem kötelező választani a rosszat. Mint ahogy elmondtad az előbb, hogy te tudod választani a rosszat, Gigantikus terület áll rendelkezésre, mellesleg ez az elgondolás szerepel a Bibliában, Dávid az, aki megfogalmazza a Zsoltárban, hogy tágas úton járok, mert a te törvényedet követem. Ami egyezik azzal, amit mondasz, ami csak egy hívő számára alátámasztja azt, hogy ezek az alapvető igazságok az ember számára rendelkezésre állnak. Válaszd a jót, és akkor nem kell a következményektől tartanod. Ő nem akar büntetni vagy pusztítani téged el. De... Őt is kötik bizonyos törvények. So, ne, én nem mondtam azt soha, hogy Isten akármit megtehet, nem hazudhat, nem lophat, nem csalhat, és nem is téveszthet meg, nem szegheti meg a saját törvényét, meg egy csomó más dolog, ami esetleg az én elmémnek még most túlságosan sok. Érted? Úgyhogy ez csak te vagy az, aki alátámasztott most pontosan a, a pontot, amit nekem kellene megfogalmazni a jót, és éj, nem lesz probléma. Ki az, aki hibás azért, hogy, hogy megszegi a törvényt? Ő? Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo! útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az infobaba, illetve Yahoo! útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. De figyelj, azt mondtad, hogy uh, hoztad a robotos hasonlatot, amit sok uh, hívő hoz. Igen. Ilyen értelemben akkor Isten is egy robot? Most akkor vagy az van, hogy Isten is egy robot, mert a szabad akarat a korlátozó van, nem, nem hazudhat, nem ölhet, amúgy ölhet simán, de... Uh, nem, 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 nem érted, gyilkolhat, van, hat, ok nélkül nem gyilkolhat. Nem gyilkolhat, gyilkolhat. igen. Uh, tehát, hogy Isten... Egyébként érdekes, hogy konkrétan Istennek kevesebb szabad akarata van, mint az embernek, mert Isten természetéből fakadóan egy csomó mindent nem csinálhat. De nem is de, akar. De hogy, de, hogy a, a, a robot hasonlat nem áll meg ott, hogy Isten egy, egy hasonlóképpen, Istenben összeegyeztethető a szeretet, és az, hogy egy csomó mindent nem tehet meg. Isten kvázi semmi más nem tehet, mint szerethet a teológia szerint, hiszen ő maga a szeretet. Pontosan. Uh, és mégsem fokozzuk le azt, hogy oké, okay, akkor Isten kvázi rá van kényszerítve a természete által, hogy szeressen. Tehát Isten maga ez a robot, amik mi nem akarunk lenni, hogy mondod, hogy ah, de, hogyha... Uh, hogy de ha én akarok ö... lenni. Én akarok lenni olyan, aki nem választja a rosszat, te ne. ezt csinálod okay, a társadalomban a, a, minden nap. A, a, az, az, azt mondtad, hogy, hogy kvázi értéktelen egy olyan embernek a szeretete, vagy az nem is szeretet, akinek nincsen szabad akarata, mert ő csak egy robot. Így van. De tulajdonképpen ugyanezt írtad le utána Istenről, hogy Isten egy csomó mindent nem csinálhat. Ilyen szempontból akkor Isten is egy robot, ő egy szeretet robot. De ő nem És is akar. Konkrétan csak azt tudja csinálni. Nem egészen. Azért... azért nem tudja, mert nem akarja? Nem, azért, mert ő nem egy teremtmény. Szóval most összekevertünk kettő különböző kategóriát. Az egyik a, a teremtő, a másik meg a teremtmény. Én azt mondtam, hogy nem lehet létrehozni olyan dolgot, amelyiknek van szabad akarat a és ugyanakkor mindig a jót okay. választja. Ő nem tartozik bele ebbe a kategóriába. De ő nem is kísérthető ezzel. Ő egy tökéletes lény, fogalmazzunk így. Hogy, de akkor hogy... összességében egy olyan univerzumban élünk, amiben oké, okay, egy Isten teremtette, vagy Isten öröktől fogva létezett, vagy hogy ugye nem függő létező, aztán létre, létrehozta az embereket, valamilyen még rajta kívülálló törvényszerűség miatt is uh, egyszerűen az embereknek muszáj, minden létező, minden lehetséges világban az embereknek muszáj bűnöznie és elkárhoznia. Nem, ez Önöképpen nem, nem muszáj. Azt mondom, hogy itt itt, 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 itt mindenki áldozat hát persze, a mai világban úgy tűnik tényleg, hogy a körülnézünk, hogy mindenki áldozat legalábbis. Még Isten, de még Isten is. Azt áldozott. állítja magáról. Nem egészen Isten egy... létrehozhatott volna, Isten létrehozhatta volna tényleg a saját képére. De nem tehát, lehet. Az embereket. Vagy úgy értem, hogy... Vagy... Lehetett. Igen, Isten ott állt, hogy ú, annyira szeretnék Olyan, mint hozzá ő nem hasonló, tud létezni. Merő, merő szeretett kis gombócokat létrehozni milliárd számára, de basszus, itt ez a törvény nem engedi. Uú, nem az, hogy itt ez... ez... nehéz nekem. Akkor inkább csak azért is megcsinálom az embereket, igaz, hogy 80 uk el fog kárhozni. Szerintem annál, annál nagyobb szám. Ő... Hát de nézd, azt csinál, amit akar, nem? A lehetőség adva van számodra, hogy válaszd a jót. Ne, én nem értem, hogy mi... És amúgy nem, nem is lennél, hogyha ő nem teremtett volna. Úgyhogy ez lenne az egyik, amit megköszönhetne mindenki, hogy egyáltalán létezik. Éld az életed úgy, ahogy akarod. Választhatod a rosszat, igen a végén megbüntet, aztán elpusztít, aztán viszlát. Éltél 60-70 évet úgy, ahogy te választottad, megkapod a büntetést, és ahogy mondta, elpusztítja a lelket a második halálkor a tűzben. Szóval nem értem, hogy mi a gond azzal hogyha akarod élvezni az életet itt, élni úgy, ahogy te szeretnél, vagy aki nézi úgy, ahogy szeretne, hé, éljen úgy, ahogy szeretne. Nem gátol meg benne senki, de annak vannak következményei. És ha veszek egy Akkor kutya... ez az egész rendszer viszont a, izé, euh, a, amorális. Tehát hát... ez, ez sem morális, sem nem immorális ez a rendszer. Ez egy olyan rendszer, ami még az Istenen túlmutató törvények szerint működik, Ja, volt egy Isten, aki csupa szeretett, megteremtett embereket, akiknek szabad akaratot adott, ebből egy törvény miatt szükségszerű, hogy ők bűnöznek, ők elkároznak, egy idő után kapnak egy büntetést, meghalnak. Akkor miről beszélünk? Ennek semmilyen morális tartalma nincs. Ez az egész annyira egy, egy szükségszerűségen alapuló ilyen robotikus rendszer, hogy akkor, akkor hol, hol van itt az etika, meg a morál? Egyáltalán. Úgy látom, mindenki csak törvényeknek alárendelve teszi, amit tud, kvázi, és egyébként az egész viszonylag katasztrofális, mert az emberek 80 vagy még több százaléka egyébként elkárhozik, ott elég rossz lesz nekik egy ideig, előtte meg mondjuk 60-70 évet éltek, reméljük, hogy viszonylag élvezték, köszönjük szépen, ez volt a műsor, meghajolunk függően, lemeltünk haza. De ez a létezés. Műsorban. Szóval mit tudsz csinálni? Ez a lé... ha, nem, ha nem, az a másik alternatíva az, hogy nem létezel. Én nem tudom, hogy milyen teológusokkal, vagy akárkikkel, vagy akárkiktől tanulják az emberek a, az írásoknak a, a, tartalmát, illetve bocsánat, tudom, tisztában vagyok vele, vagy, úgyhogy megértem azt, hogy ilyen, ezen a területen ilyen fokú homály uralkodik, hogy nem tudják értelmezni azt, ami le van írva, és nem is hibáztatok senkit, mert azt gondolni, hogy ez egyszerű lesz, az, az téves. De nem hiszem, hogy még akár a legelvetemültebb keresztény Teológusok is azt állítják, hogy Istennek nincsenek korlátai. Miközben egyértelmű, nem. hogy vannak korlátai. Nem azért, mert valaki őrá ezeket rá erőltette ezeket a korlátokat, hanem nem létezik világ törvények nélkül. Semmilyen világ nem létezik törvényszerűségek nélkül. És őrá is vonatkoznak bizonyos törvényszerűségek. de az ember nem is lenne Hogyha nem teremtette volna. És a másik, ami érdekes számomra az az, hogy nem okoz problémát számodra navigálni a világba úgy, hogy ne szegd meg a törvényeket olyan módon, hogy az káros hatással legyen rád. Legalábbis így ránézésre úgy tűnik, hisz szabad vagy, relatív kényelemben élsz, ami azt jelenti, hogy a világ törvényeit számodra nem okoz problémát megtartani. Szóval miért okoz problémát az ő törvényeit megtartani? Azért, mert az ellenkezik azzal, amit szeretnél, amiről azt gondolod, hogy az számodra jó lesz. Hogyha szabad lábon vagy, és semmiféle eljárások nem zajlanak ellened, az azt jelenti, hogy több millió törvényt meg tudsz tartani. Amerikai jogrendet, adótörvényeket, Crest, mit tudom, Facebooknak a törvényeit, meg a YouTube-nak a rendjét. Érted ez? Miért ez. A, de, de, miért okoz problémát az ő törvényeit megtartani? Miért olyan nagy dolog, hogy van egy nap, amit ő magának akart? Miért olyan nagy dolog, hogy, ho -hogy azt csináljuk, amit ő mondott? Azért, mert van bennünk egy lázadás. Ez az, ami fáj az emberek többségének. Legalábbis én ezt tapasztalom, uh -huh, meghallom. És szerintem erről érdemes beszélni, hogy azt mondtad, hogy mi szeretnénk például kellemesebb a, tudom én, a testi elvezetekre hallgatni, vagy do dolgok, amiket szeretnénk, dolgok, amikre vágyunk, valamint dolgok, hogy hogy a amik ellen lázadunk. És nem az egyetlen hívő vagy, aki ugye ezeket mondja. Igen. Na most e szerintem erről érdemes beszélgetni, hogy ezek hogy kerültek belénk. Miért szeretném én azt? Miért vannak azok a vágyaim, és miért van bennem egy lázadás. Mindig imádják az, az alá dörgölni, hogy az ember egy akkor a lázadó és a törvények ellen fellázadt, és akkor az Isten ellen fordult. Az, a, a, a lázadásra vonatkozó vágyam, honnan jött? A, 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 az, hogy szeretnék hétvégén elmenni zenére táncolni, ez a vágyam, honnan jött? Test. A test szeretne menni. A test az, okay. ami... A, és a testet honnan kaptuk? Pont ez a lényeg. Érted, ezt, hova akarok Igen, De ezt én, hogy is mondtam ez neked. Ez mind, mind Így van, de ezt mondtam neked az elején, ha az ő szavának le kellett jönni emberi testben ahhoz, hogy megtapasztalja ezt az életet és eljusson arra a teljességre ahova eljutott, hogy örökölhessen mindent, az azt jelenti, hogy ez a fizikális lét egy teremtett lény számára, aki olyan akar lenni, mint, mint Isten, nem mint az angyalok. Az angyalok egy más kategória. De aki olyan szeretne lenni, mint, mint Isten, akkor annak le kell jönnie ide, hogy megtapasztalja ezt a fizikális létet. Azért, mert itt, mi nem vagyunk az ő közvetlen közelségében. Az angyalok ott vannak, úgyhogy ez egy külön kaszt. Ők tudják, hogy ő létezik, ők látják, hogy ő létezik, te nem látod. Uh -huh. Világos, hogy ha akarsz egy olyan dolgot, amelyik szeret, de úgy, hogy hisz is egyúttal, annak meg kell tapasztalnia egy másik dimenzióban az életet. Szóval a fizikális lét az egyáltalán nem csak úgy van, mint ahogy szeretné gondolni a többség, hogy ó, az ember az egy testbe zárt szellemi lény, és akkor ez csak itt ezt a néhány évtizedet le, tengi, lengi, és akkor utána majd visszatér. Nem, a fizikális lét az nagyon fontos. És tisztában vagy azzal, nem tudom, hogy edzel, vagy de, de úgy néz ki, hogy relatíve fit vagy, szóval valamit csak csinálsz, hogy ne legyél 250 kiló. Ugy, ugyanúgy az, 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 az igényel valamilyen fegyelmet, nem? Hogyha én is akarok zabálni egész nap csokit, meg az ágyba dögleni és nem csinálni semmit. Miért nem azt csinálom? Te miért nem azt csinálod? Miért nem mindenki gazdag akkor? Azért, mert minden, amihez szükséges ez a lemondás, az áldozat, az egy értékes dolog. És ez így van vele is. Csak csináld azt, ami helyes, és akkor a közelségébe tudsz kerülni. Nem az ő hibája az, hogy az emberek akarják csinálni mindenféle ezeket a hülyeségeket. De a válasz a kérdésedre az, hogy szükséges ez a fizikális lét. Ennek a korlátai, a testnek a vágya, hogy legyen valamit leküzdeni, áldozatot hozni, és úgy demonstrálni a szeretetemet. Nem csak mondani, hogy jó oh, igen, nekem Jézus a Jézus mindenem, meg Ámen, meg Halleluja. Mint amit a keresztények csinálnak. Én ezt teljesen értelmetlennek tartom. Tehát ez, ez nekem ahhoz hasonlít, mint amikor emberek azt mondják, hogy azért van a rossz a világban, hogy értékelni tud a jót. És ez így, így van? What? így értem. Tehát így tudom érteni, ha nagyon akarom, de de könyörgöm, Istenről beszélünk. Tehát, hogy Isten tulajdonképpen egyetértek azzal, hogy a fizikai világból származik gyakorlatilag minden probléma. Gyakorlatilag minden uh, én nagyon hiszek abban, hogy alapvetően kétféle érzelem létezik. Az egyik a szeretet, a másik pedig, em, ami ennek az ellentéte érdekes módon nem valami utálat, vagy gyűlölet, vagy ilyesmi, hanem a félelem. És hogy utána minden más érzés az ezeknek a kombinációja és tünete. És, és, abban is hiszek, hogy minden félelem így vagy úgy, de visszagyökerezik az anyagi világba, abban, hogy, abba, hogy mi anyagi lények vagyunk egy anyagi univerzumban. ilyen formán akár, hogyha most felveszem a hívő kalapomat, azzal is egyet tudok érteni, hogy, a, hogy minden bűn az anyagi létezésben gyökerezik közvetlenül vagy közvetetten. Viszont megint ugyanoda ki, hogy oké, okay, miért kellett egy anyagi dimenziót egyáltalán létrehozni? Isten, hogyha szeretnél szeretetet és, és más lényekkel szeretett kapcsolatban lenni, szépen beteremted őket oda a mennyországba, ott van már is több milliárd vagy végtelen, és kész. És te jól értettem az előbb, hogy te házos vagy, vagy legalábbis van gyereket? Hú, most nem hallak. Itt vagy, hallasz? Most, aha. Most hallasz? Mondjam, nálam nem van. Nem tudom. Nem a fülest. Jó, rendben. Mert az OBS lát téged, az OBS hall téged, csak aha. Én nem. Jó, akkor egy pillanat. Azt akartam kérdezni, hogy ha jól értem, akkor te házos vagy. Vagy, vagy legalábbis... Nem, nem, nem. házas. Jó. Mert, mert gyerekedről beszéltél, de akkor mindegy is. Ja, oh. nem, az fiktív, jó. vagy így... Ja, értem, jaj. jó. Szóval honnan tudod, hogy egy nő szeret téged? Honnan tudom, hogy bárki Ak szeret. legyen ezen. bárki. Na, a viselkedéséből. Ezt, ezt most lehetne bontogatni végtelen. De milyen egy viselkedéséből például? Bontogatom. Hát nézd, ugyanúgy tudja ő is, hogy szereted-e vagy hát, nem. Figyelj. Amikor választani kell kettő közül, akkor azt választod, ami neki jó, hm. ami szerinte jó, és ami közelebb visz hozzád. Ez mm. végtelenül egyszerű. Hogyha nincs választási lehetőséged, akkor nem derül ki soha, hogy szerete vagy nem. Úgy fogalmazta ezt meg egy. Ha. Egy etika tanárom, még ez az egyetemen volt, hogy ha impotens vagyok, akkor az nem egy nagy érdem, hogy nem csalom meg a feleségemet. hisz nem mm. tudom. Ez, ez tökéletesen ideillik ez a példa. Hogyha nem tudok választani kettő közül, az egyik elvezet tőled, a másik közelebb, akkor soha nem derül ki, hogy valóban szeretlek-e. Ezt hívják hazugságnak, amit csinál a hívők nagy része, a kereszténység nagy része, azzal, hogy csak tátog, hogy halleluja, meg ámen, meg nekem mindenem Isten szava, meg mit tudom én mi, de a cselekedeteikkel egész más csinálnak, és nem azt, ami kedves az ő szemében. És ugyanezt csinálja az emberek többsége is, a partnereivel, a barátaival, meg mindenkivel. mond egy dolgot, de a cselekedetei demonstrálják, hogy nem szereti. Úgyhogy ez minden csak ugyanoda vezet vissza. A tetteid mutatják meg, hogy te valóban szeretsz, -e vagy nem. És akkor gondolkodsz -e már azon, hogy miért nem csinált egy olyan világot, ahol nem kell enned, meg innod, vagy nem lennél fáradt soha, hmm. lehetne simán egy olyan világot teremteni, hisz uh -huh. bármit meg tud csinálni. Uh -huh. Én, én elmondom mm -hmm. neked, hogy szerintem miért. Azért, mert ezek korlátozó tényezők, amikkel tud minket korlátozni, meg ellenőrizni. Hogy kiderüljön, hogy kinek hol van a szíve. Ugyanis, ha nem, lenne, nem kellene ennünk, meg meginnunk, akkor nem érdekelne semmi. Meg nem lennék fáradt soha. Csak mennék, azt űzném, persze nyilván lenne más ö, nehézség vagy kontroll tényező, de valamilyen kontroll tényezőnek lennie kell és szerintem ez, ez pontosan ezért volt így az emberiséget lehet kontrollálni, és nem az a lényeg hogy ah, ő most csak kontrollálni akar, meg ő akar mindent irányítani azt akarja látni, hogy hajlandó vagy-e áldozatot hozni azért, ami jó ami helyes, ami igaz, abban a világban ahol élsz, ebben ahol mi élünk most hajlandó vagy-e áldozatot hozni azért ami igaz, és amit ő megmutatott hogy helyes, vagy nem és a többség az elbukott Ebben, a, ebben az egész próbatételben. És most a világ, ha kinézel, meg megnézed az internet, akkor látod egyértelműen, hogy az ember csak mennyire gonosz. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm. Azt akarja látni. Én úgy tudtam, hogy ő minden tudó. Igen. Tehát miért állítja fel ezt a tesztpályát, ahol ő ezt jól lemérik, Mert nem lehet olyan lényeket teremteni, amilyet ő szeretne. Nem lehet olyan társ lényeket teremteni, akik az ő képére és hasonlatosságára jöttek létre, akikkel aztán az örökké valóságig együtt van, anélkül, hogy valahol lemérné, hogy ki az, aki valóban őt választja. Valahogy tudnia kell, hogy érted? Ő tudja. Én hogy... összességében. Azt, bocsáss meg, ezt csak annyit akarok még, hogy ő tudja, hogy én vagy te a végén hol leszünk és mit fogunk választani. De ha ott, ott fogunk állni előtte, és ez az egész csak egy szimuláció lett volna, és te végig fekszel egy ilyen kabinban, és semmit nem csinálsz, akkor azt mondanám neki, hogy nézd, lehet, hogy te tudtad, hogy én ezt választanám, de nem választottam, mert nem volt rá lehetőségem. Ezért teremtett egy fizikális világot, és a végén, mikor ott fogok állni, azt fogom mondani, hogy így vagy úgy, vagy akárki, én ezt csináltam, én ezt választottam, és ezért vállalom a felelősséget. Tényszerűen. És erről van egy dokumentáció, egy tény. Az egész emberiség történelme az. Szóval szükség van egy világra. Nem lehet csak elméletben. Mert mondhatnánk azt, hogy a teremtés előtt is tudta, hogy ki lesz ott. Igen, de meg kell, hogy csináljam ahhoz, hogy a végén engem, hogy a, a test rá kényszerít arra, hogy te döntéseket hozzá. És nagyon nehéz nem a nagy itt zabálni egész nap, és ülni a YouTube rövid videókat pörgetni a hüvelykújad a szabadidődben, hanem neki ülni, olvasni valamit, vagy meghallgatni egy podcastot, ami érdekel, vagy tanulni, vagy diplomát szerezni, vagy menni tovább, nem? Nem, nem néz senki. Én azt érzem... Bocsánat, mondja. Sz szerintem Meglepően fatalistának tartom a modelledet, illetve rendkívül determinisztikusnak. Tehát, hogyha eleve ott, ott vagyunk, hogy Isten előre tudja, hogy te majd hol fogsz végezni ebben a játékban, de azért a játékot végig kell játszani, akkor azért felteném a kérdést, hogy hol van abban a te szabad akaratod. Illetve a fatalizmust arra értem, hogy az egész annyira. annyira korlátozott annyira, tehát hogy pont a vallásosak szoktak nagyon érvelni, hogy a szabad akarat az egy ilyen hatalmas indetermináció a rendszerben, tehát egy hatalmas ilyen megjósolhatatlan tényező, ahol, ahol tényleg te a saját kezedbe veheted a sorsodat és dönthetsz így, vagy dönthetsz úgy, ehhez képest, amit leírsz, ott tényleg ez egy olyan rendszer, ahol még az Istennél is nagyobb törvényszerűségek vannak, az Isten is köti korlátok, az Isten megpróbálja, amit tud, teremt olyan lényeket, amiket egyáltalán lehet ezek szerint, a törvények szerint, amiket nem ő hozott létre, tehát igazából nála is nagyobbak, ami külön kinyit egy filozófiai érdekes ajtót, és aztán végigjátszuk ezt a játékot, és és, és, kvázi minden determinált, vagy ha nem is determinált nagyon precízen, de úgy nagy vonalakban olyan, olyan szintű korlátok vannak felállítva, amik nemhogy az ember, de még az Istent is kötik, hogy, hogy, a, a lényegi részei a kimenetnek determináltak. Például, hogy ki üdvözül, ki nem üdvözül, ki kárhozik el. Ez, ez, ez nekem, nekem ez nagyon érdekes, hogy egy, hogy egy ez egy ateistákat megszígyenítően determinisztikus rendszer. Nem tudom, hogy mit, mit értesz az alatt, hogy determinált. Ha azt, azt értesz, hogy ő előre meghatározta, hogy ki mit fog választani majd a végén, akkor én nem ezt mondtam, de feltételezem, hogy te se ezt akartad mondani. Azt nem, de, de tehát azt nem határozta meg, Hát hogy akkor nem determinált. Kvázi, ez az úgynevezett szabad akarat. Igen, a determinisztikus egy kicsit erős szól. A törvény, a, miközben azt nem határozta meg, hogy a konkrét, az nincs determinálva, hogy, a, hogy minden egyes konkrét ember konkrétan milyen cselekvéseket fog végrehajtani, ám de a lényegi kérdésben, ami az üdvözülés vagy elkárhozás a vallás szerint, Ebben a kérdésben viszont fel vannak állítva olyan falak, hogy miközben te úgymond szabadon mászkálhatsz a világban és hozhatsz döntéseket, de közben tényszerűen tudjuk, hogy minden egyes ember bűnöket fog elkövetni, és ezzel ellen még az Atyaúristen sem tehet semmit. Nem. Tehát az emberek tömegének a, a, a kárhozata ellen még az Atya Úristen sem tehet semmit ebben a te világodban. Nem, ez és a mindenkinek a Akkor igenis felmerül a kérdés, hogy megéri ezt az életet akkor leélni? Te jó ötlet az a lelket értem? létrehozni, jó ötlet az azt a lelket létrehozni arra a sorsra, hogy aztán vágóhídra kerüljön. De bár... Etikus dolog ez? De nézz, válasz. Az össz, az, össz eredménye az inkább pozitív, inkább negatív. Egy ember, egy lélek megszületik, ér 60 évet, bűnös, mert nem tud nem bűnös lenni, és aztán kárhozik és szenved mondjuk még egyszer ugyanannyi évet, aztán, aztán meg szépen annihilálva lesz. Aki az a lény, aki ezt a rendszert mozgásba hozza, elindítja, megteremti, működésbe lépteti, ez egy etikus lény egyébként? Mert az a gyanúm, hogy itt szerintem úgy nettó több szenvedés jön létre, mint amennyi jó érzés. És akkor Szerintem ez egy elég szadisztikus modell. De ezt nem ő csinálja, hogy te azt választod, vagy az ember azt választja. Ezt az ember ezt választja, és annak szenvedi a következményét. Nem ő mondta azt, hogy dohányozni. De, az... de, de azt a törvényt, hogy hogy szabad akarat és emberi természet mindenképp bűnt fog létrehozni, és az emberek nagyon nagy százaléka elkárhozik, azt, azt lefektettük, hogy ez a törvény még az Istenen is felül áll. Mert ha tehetné akkor teremtene olyan embereket, akik mondjuk nem bűnöznek, és közben mégis... De nincs értelme szeretnek. olyanok, olyanok vannak, azok ilyen robotok. Igen, tehát hogy ö, e, ezt mondom, hogy itt, itt mindenki, mindenki áldozata ennek a rendszernek, és akkor az Istennek egyetlen egy döntést kellene meghoznia, hogy ilyen körülmények között én teremtsek embereket, teremtsek lelkeket, vagy inkább ne. Igen. És, az a, és az, az a benyomásom, hogy ilyen mérleggel, hogy mondjuk 90 uk elkárhozik, ahol hatalmas szenvedéseket kell elszenvedniük valamilyen perverz igazságrendszer szerint. Ez nem perverz. Uh, Miért lenne perverz? perverz de hát kell, de mi az de perverz, kell hogy ne lop, ne őjj, ne hazudj, ne csajj, ne paráznák, Ezeket, hogy... Ez nem perverz. Tehát, hogy egy, egy olyan rendszer, ami ilyen, ilyen korlátok közé van szorítva, hogy megteremtek tíz lelket, és abból kilenc amúgy el fog kárhozni, akkor, akkor én, mint felelős, etikus, szereteteljes lény megkérdezném, hogy hm, létrehozzam egyáltalán ezeket a lelkeket, vagy akkor inkább nem. Ész, vagy de. akkor egyébként, ha meg olyan okos vagyok, hogy tudom előre, akkor a tízből kilencet, aki majd tudom, hogy elkárhozik, nem hoznám létre, hanem létrehoznám a tízből tizediket. Hát, igen, csak nem lehet olyas. És... csinálni. Mert ugye az ember szaporodni fog, szóval nem tud, most mit akar, nem, te, nem teremtgetheti meg azokat az emberek. Az életen vég kell menni, és az élet így működik, hogy az emberek születnek, és aztán elkározzak. Ez el a is Isten hozta. Tehát e, Igen. Ezt, például az, hogy szapor, ahogy a szaporodás hogy működik, ez mind ez Isten végtelen lehetőség közül De az, arany, az arany azért értékes, legyen. mert ritka, kevés van belőle, nehéz megmunkálni, nehéz megtalálni. Ezért értékes? Ez, 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 így, ez van, Az nem, igazakkal ez, is. E, e, ez, de ez már egy fizikai világból vett hasonlat. Ez a hasonlat, Igen. amit te mondasz, Lepsze. ez már ebből az Isten által szabadon kiválasztott modellből szóval következik. Azért létezik Isten a hasonlat. volna másik modellt, ahol, ahol minden értékes, nem csak az, ami ritál. Az egy tanulság számunkra, hogy azok az emberek, akik nem az ő igazságát választják, hogy járnak. Ez Római a Levél 9. fejezet 22-től erről ír, hogy a kározat edényei figyelvén az ember, a, a megmenekülés edényei, vagy a üdvösség edényei, azok látják azok a pusztulását, és örvendeznek, hogy nekik nem ez a sorsuk. Szóval minden egy tanulság. És azt nem mondhatod, hogy... Tehát tízből kilenc ember csak azért létezik, hogy a tízből tizedik örülhessen annak, hogy há, az én üdvözülésem milyen ritka, tehát értékes. Nem csak Mert azért létezik. Kilenc, tehát tízből kilenc ember pokoli szenvedése, de azért, a, mert azt a, válaszolta. A tüzén égése az megéri azt, hogy a tízből tizedik jobban érezze magát, és így lenéz. Há, igen, de ritkák vagyunk mi itt a mennyben. Örüljünk egymásnak, mert nem feltétlen. van belőle. Nem feltétlen csak ezért, ez az egyik, mert ugye választhatná jót is, szóval nem mondja neki senki, hogy forduljon el, meg csinálja a hülyeséget, de azt csinálja. Ez az egyik, a másik pedig, én nem feltétlenül úgy gondolok rá, hogy én boldog vagyok, hogy azok elpusztulnak, ha egyáltalán ez úgy lesz a végén, de mindenképp, nézd, egy másik dolog Minél több ember kárhozik el, annál ritkább az üdvözülés, így annál értékesebb. Ez így van. tulajdonképpen még sokkal jobb lenne, ha még kevesebb arányban üdvözülnének. Még legjobb lenne, hogyha százezer csilliárd-billiárd ember létezne, és mondjuk csak három darab üdvözlő, az aztán annyira értékes. Ez, ne, ez úú. nevetséges, de, de a, a lényeg hát, az, fegyed, hogy... Hát ezt mondod? Hát akár. Tőlem lehetne úgy is, de nem úgy van. Szóval most, a, a, ha, ha, így, ha, így lenne, ha úgy lenne, akár mi éneken, kitaláltunk fiktív valóságokat. De ez így van, ahogy most van. Szóval a lényeg az, hogy választhatná mindenki azt, ami helyes. Mindig vissza fogunk térni, de minek... ez, ez olyan, basic, bibliai igazság, hogy az ember ráza az öklét Isten felé, hogy ő a hibás azért, mert ő csinálja az ökörséget, meg választja azt, ami gonosz. Csináld azt, ami jó, és akkor nem lesz így. De még egy dolog, nem lehet, de miért olyan nehéz megérteni? Szerintem ez a liberális gondolkodásmód az, ami az emberek elmét megfertőzi az ügyben, hogy a büntetés az valamiféle negatív dolog. A büntetés az nagyszerű dolog mindenféle formája, a büntetés az, ami miatt én olyan lettem, amilyen lettem. Ha úgy neveltek volna fel, mint ahogy látom, nevelik a gyerekeket ma, akkor nem lennék sehol, nem csak én, hanem senki nem lenne sehol, aki valaha elért valamilyen eredményt bármiben is. Ugyanis Usain Bolt nem azért lett 100 méteres síkfutó, a legnagyobb a világtörténelemben, mert mindig azt mondták neki, hogy a csinálj, amit akarsz, fiam, meg mindenki, aki verseny, az, az aranyérmet kap, hanem azért, mert volt voltak következményei a cselekedeteinek, és megtanulta a fegyelmet valahogy. És nem lehet fegyelmet tanulni büntetés és a büntetés félelme nélkül. És én nem félek kimondani azt, hogy a büntetés az egy pozitív dolog. És azzal nem is tudnék jobban nem ért, egyet érteni, hogy a szeretetnek az ellentéte a félelem, a szeretetnek az ellentéte a gyűlölet a félelem és a szeretet az mindkettő szükséges ahhoz, hogy az ember rajta legyen a pályán. Hogyha nem lenne következménye a cselekedetemnek, akkor nem csinálnám azt, amit ő akar. Mert annyira nem jó senki. Mint ahogy ez így van a világban is. Szerinted, hogyha azt mondanák holnap, hogy jó, mostantól megszüntetjük a BTK-t, mert olyan liberális világban élünk, hogy nem értünk egyet a büntetéssel, mert szerintünk Hogyha vége rongyosan beszéljünk a szánkat, akkor majd meg fogunk téríteni minden rablót, gyilkost, csalót, politikust, gyilk... Mi, mit tudom én milyen vérfertőzőt, meg ezeket az embereket. Szerinted az hosszú távon eredményez egy olyan világot, ahol majd azzal a rózsafűzérel, a hajunkba ugrándoznánk, hogy oh, mindenki csak a jót fogja csinálni, mert megbeszéljük majd vele, hogyha nem, majd leültetjük, hogy 100 millió forintot miért kellett elcsalni az útalapból. Biztos meg fogja érteni majd. Felhívnám figyelmeteket Infobaba 2, illetve Yahoo! útja YouTube csatornáinkon a csatlakozási lehetőségre, melyen nem csak támogathatjátok munkánkat, hanem hozzáférhettek extra tartalmakhoz is. Köszönöm mindenkinek, aki megtette ezt eddig. Uh, nézd, a praktikus részét tekintve 80%-ban egyetértek. Ahol ez a hasonlat az kifejezetten az Isten kontextusában megbukik, az az, hogy amikor véget ér a földi élet, és ezt nem én találtam ki, hanem Isten találta ki így ezt a rendszert, akkor kvázi az események sora véget ér. Tehát onnantól már rohadtul mindegy, úgymond a dolgoknak a következménye. Annál is inkább, hogyha valakit elkárhoztatsz, és ha jól tudom, a te modelledben úgy van, hogy először jön egy kárhozat, aztán pedig egy végső megsemmisülés. Tehát, tehát hogy van egy szenvedésrész, aztán pedig delete, az adott lélek megszűnik létezni. Tehát még csak nem is az van, hogy örökké létezik, de ez, vagy örökké szenved, ez még nem is számít. Onnantól kezdve, hogy vége van úgymond a cselekvésnek, és nem éljük tovább a fizikai világban, amit te is oly fontosnak bélyegeztél, a fizikai életünket. Igen. Onnantól kezdve halál mindegy, hogy valakit megbüntetsz -e vagy nem, mert annak már utána semmilyen következménye vagy hatása nincs. Teljesen mindegy. Fölvehetnéd a bűnös is a mennyországba, és akkor mi van? Semmi. Ott, ott örülünk neki, hogy menj be, vagyunk, dicsőítjük Istent, vagy akármi, vagy akkor ott a mennyországban lenne egy... Ez végtelenül egy egyszerű. Ilyen, ilyen ferde szemmel a, 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 a bűnös, de mégis felvételtetett mi, Miért, nincs, hogy, mh, neki miért nem nincs minden? Éjtlenie. Milyen kellemetlen ez nekem, hogy ő is itt van. Mi, miért nincs minden hajléktalan ott nálad abban a lakásba? Mert az én lakásom az korlátozott. Jó, akkor több. miért nincs ott három másik? másik? Vagy amennyi belefér? Amennyi még kényelmesen elfér? Hát, mert az én személyes erőforrásaim is limitáltak. Jó, akkor miért nincsenek Nem ott... tudom, hogy a mennyországban emberek... ilyen limitációk Nem nincsenek. az a lényeg, az a lényeg, hogy azt akarom mondani, hogy miért nincsenek. Vannak emberek az életedben, akikkel nem szívesen találkozol? Persze. Jó, nem miért mert... nem hát, akikkel nem a... szívesen találkozom, azokkal nem találkozom. Na, miért nem? Hát miért... Nem, nem jó érzés. látod, hát akkor minek vinni a bűnöst a mennybe, hogyha a bűnösnek az a lényeg, hogy nem azt csinálja, amit ő szeret. Minek akarná és akkor, az, hogy... Nem? És akkor Istent egyébként ennyire könnyű kizökkenteni az ő érzelmi stabilitásából, tehát így tele lenne a mennyország bűnözőkkel, és akkor Isten így jaj, de rossz nekem, itt van ez a csávó, ez például itt egyszer ellopott egy kóbászt egy osamból. Ne, ez, ez egy természet, az Úgy nem csak ellenetlen. az a lényeg, hogy el, ellopsz egy kóbászt, az és akkor azért egy gondolkodás. És akkor, és akkor egy idő után Isten így, Isten így lemerül érzelmileg, hogy hú, most egész nap itt lógtunk a felhőkön ezekkel a bűnösökkel, most, most már ez nekem annyira leszívott, elmegyek a szobámba aludni inkább. Tehát, hogy Nézd ez az ez Istenről olyan el, ez, antropomorf ez... embermásolatú modell, ami, ami szerintem nevetséges. Egy, egy Ilyenkor egy nagyon gyenge Istent festesz le, aki hogy, így jaj, én nem akarok ezekkel a pondró emberi lényekkel lenni, mert ők bűnöztek, és akkor így ez nekem így kellemetlen. Istennek lehet egyáltalán kellemetlen érzést okoz? Nézd ezeket, hogy kellemetlen, meg érzelmi alapú ezeket, te találtad ki most, én ezekről nem beszéltem. Én csak azt mondom, hogy hogy senki nem szeret... Hát, de olyan... nem, te nem, bocsánat, te hoztad azt a ha hasonlót. Te kérdezted tőlem, hogy én miért nem lógok olyan emberekkel, akiket nem szeretnék, miért nem? Nem kellemetlen. És akkor mondtad, hogy akkor Isten se lógjon. Tehát ez az, az analógia. Ezt az az azért, azért nem, mert azok az emberek nem őt választották. Szóval minek legyek olyannal, aki nem engem választ? Teljesen logikátlan, amit, amit szeretnél, hogy legyen. Nem is tudom, hogy hogy gondolod, hogy, <laughs> hogy egyáltalán Jóra, bárkit hogyha az majd megmutatod hogyha az ember meghal, és, és rálát erre a dologra, hogy hello, a, 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 ugye, a, hogy énekelte a tankcsapda, hogy balra a második ajtó, ha a kívánsz jutni, megnézed, látod, hogy ott a gyehenne tüze van, borzasztóan kellemetlen lesz neked, viszont, hogyha a Szentpéter szigetekre már be van fizetve az útja önnek, akkor meg erre menjél, és ott meg tök jó lesz. Gyanítom, hogy sokan így átértékelnék ezt a dolgot, csak hát Isten megtette azt a nagyon kedves gesztust, hogy ezt az egészet elrejtette a halálfala mögé, és azt mondta, hogy és, tehát Először nem férsz hozzá az információhoz, akkor szabad akaratod van. Nem hozzáférsz Majd férsz. Miután hozzáférsz az információhoz, el. már nincs szabad akaratod, mert hiába már meghaltál és látod, akkor már nem gondolhatod meg magad. Pontosan, miután ez a lényeg. már minden El kell férsz. innen. Nézd, hát egyébként az nem igaz, amit mondasz, ugyanis a Lukács könyvében valószínűleg ismered a, a Koldus és a gazdag ember példázatát a 16-os fejezetben, ahol azt mondja maga, Ábrahám, ugye végül is ez egy példázott, de a lényeg az, hogy azt mondja, hogy ha, ha a halottak közül egy visszatérne hozzájuk, mikor, mikor a gazdag ember bejut a, a pokolra lényegében, és mondja, hogy küldjél valakit vissza, hogy figyelmeztesse a testvéreimet. A halottak közül, ha valaki visszatér, akkor majd megtérnek, és ő azt mondja Ábrahám erre, hogy ha Mózesre és a profétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. Ami azt jelenti, hogy az nem úgy van, amit te mondasz, az embereknek mindegy. Csak nem jó, valakit, nem akarnak jók lenni, nem választanák. Ha a valakit jó. Mózes és a próféták és az atya Úristen sem tud meggyőzni, akkor ott valami olyan erős törvényszerűség működik, amit hogy kérsz számon utána az individumon? Úgy, hogy legyőzte ezt Jézus, meg legy le fogja győzni ezt több millió ember a végén, aki ott lesz. De hát te magad mondtad, hogy Jézus egy különleges kategória. De lesz több millió ember, aki legyőzi majd. Oké, okay, és mi a különbség a több mill a legyőz, azon emberek között, akik legyőzik ezt, meg azok, akik nem győzik le? Alázat. Mi ez a különbség? Engedelmesség. Szeretet. Például. De számos más. Nézd, mi a különbség egy olimpiai bajnok 10 kilométeres úszó, meg okay. az összes többi ember között. Miért, Elszántság, miért áldozat hozott, áldozatkészség, céltartás, lemondás, érted? Ezek mind. Oké. Okay. Ugyanez kívánja ez is. Oké, okay. ezek, ezek hozzávalók. Értem. Miért van bizonyos emberekben ez meg, másokban pedig nincs? Ezt lehet, hogy a genetikai lottónak lehetne betudni leginkább. És én tudom, én hogy ez bizarrú hangzik, mert a akkor az lesz, lottól. hogy ja, miért nem, akkor mindenki azon. Azért mert nem, az két. <laughs> Ilyen a világ. Ki, ki, ki teremtette a genetikai Lottó. A genetikai lottó ez az életnek a része? Igen, amelyet Isten hozott létre. Pontosan. Szóval az egész, az egész a, a, a te rendszeredben, az egész Isten tetteinek és döntéseinek a következménye. Plusz vannak bizonyos korlátok, amiket még amik még istent is. Annyiban, történik. hogy ő a teremtő, de tehát, egyébként nem egészen, tehát, de hogy igen. Tehát, hogy, tehát hogy nincs a képletben olyan, amit, hogy a, amit az ember számlájára tudnék írni. Ez nem igaz. Az ember egy mozgásba hozott gépezetnek a következménye, a, az Isten elindította a rendszert, a bizonyos ö, Limitációk közepette létrejött a genetikai lottó, vagy az akármi, teljesen mindegy, én, aztán a bennem lévő szeretetet, alázatot, törvénykövetési hajlamot, engedelmességet, én, a, én azt nem, nem választom. Ha, ha lenne előttem egy ilyen potméter, és, és tudnám, hogy hogy kell ezeket föltekerni, de ahhoz, van ülözőjek, akkor föltekerni. De van, de, de létezik ez a potméter. Itt én erről beszélek több ezer videón de keresztül. Én eldönthetem, én eldönthetem a vágyaimat, én eldönthetem de a személyiségemet. Én is eldöntöttem. Nézd, azt hiszik az emberek, hogy, hogy ez olyan nagy dolog. Mikor megértettem az igazságot, az előtt, mi a, a másik életemben én végigcsináltam csináltam mindent, amit mindenki más csinál. Én végig ittam, végig drogoztam, végig nőztem az egész életemet. De tényleg, ez volt az életcélom. Playstation ezek meg a hülyeséget csináljam. És aztán megértettem az igazságot, mert megmutatta, és ott álltam egy útelágozásnál, hogy választom azt, ami helyes, vagy megyek a tóba az összes többi emberrel. És én ezt választottam, és itt vagyok. És azt nem azt jelenti, hogy én a végén a jó oldalra kerülök, de most itt vagyok. Ez rengeteg áldozattal jár, fegyelemmel, elszántsággal, mindennel, amit ő ad, ha kérem, és igyekszem azt használni a gyakorlatban. Ez egy fenomenális rendszer, amit kitalált. És ugyan... De azt hiszem egyetértünk, hogy, aki, a, hogy ugyan, ha, val, ha egy másik embert ugyanezeknek az ingereknek kiteszünk, akkor lehet, hogy másképp dönt. De, de nézd, miért nem mindenki akkor olimpiai bajnoksúlyemelő. Mert akkor kéne valaki, aki több annál, mert akkor az lenne az átlag, érted? Ugyanígy reklamálhatnánk, hogy miért nem lesz mindenki hip-hop sztár, vagy, vagy film sztár? Azért, mert nem, mert ilyen az élet. Ha mindenki az lenne, nem lenne értelme az életnek hogyha mindenki úgy élne, mint Stephen Hawking abba a tolószékbe, akkor az lenne a baj, hogy miért így élünk. Most, hogy van lehetőségünk választani, most az a baj, hogy miért van lehetőségünk választani. Ez csak így van és kész. Ilyen a világ, amit teremtett. Nem is lehetett volna egyébként jobban kitalálni szerintem, akár mennyit filozofál itt bármiféle filozófus, hogy így vagy I, ez mutatja hát meg. Szerintem számtalan módon lehetett volna jobban ja, kitalálni. Igen, de ő itt ki, ami azt jelenti, hogy nem lehet jobban. De azt akarom mondani neked, meg mindenkinek, aki hallgatja. El kell engedni ezt az áldozat gondolkodás hogy a körülmények áldozata vagyok. Ez nem így van. Mindenki választhatja azt, ami helyes, az alapján, ami le van írva. És kész, easy. Ami miatt nem azt választod, az a lázadásnak a szellemisége. És kész. Hát Azt hiszem, akkor megtaláltuk, hogy mi az, amiben nem értünk egyet. Én, én maximálisan nem értek egyet ezzel, hogy bárki bármit választhatna, és szerintem egyébként körülbelül két óra pszichoterápia elég arra, hogy rájöjj, hogy még azt sem tudod, hogy tegnap miért mentél le a boltba. Tehát annyira egyszerű, annyira röviden fel lehet ismerni azt, hogy a legtöbb embernek fogalma sincs, hogy mit miért csinál. A, a, a Ez így van. Kb. egy százaléka tudatos. Tehát, és ez, ezek után, meg ebben a rendszerben, ahol mindent az Isten teremtett, és még őt is bizonyos korlátok kötik, ahogy leírtad, innentől az emberen számon kérni, és De az ilyen, kinek a hibája, amit most mondasz? Applikálni rá, Ez, hogy, hogy egy apára, százalékát, egy százalékát ránk tudatos. Ránk. Ez kinek a hibája? Nem az emberi? Hát kihoz, hát, hát, hát ki de miért a te cselekedeteinek egy az százaléka a tudatos? A de te is ebbe tartozol? Persze, ne... persze. Igen? Persze. persze. Jó. Lehet, lehet, hogy nálam, mivel rengeteget foglalkozom introspekcióval, lehet, hogy nálam mondjuk öt. De, mindegy is a számok, érted, hogy a számok csak érzékeltetésképpen vannak, de hogy nagyon, és hogy az emberi pszichét nem, a, a, Az Isten teremtette olyanra az emberi psziché törvényeit, meg az agynak a törvényeit. Szóval én, én ezt látom be nagyon nehezen, hogy hogyan tudjuk az ember uh, számlájára írni mindazokat, amiket, amiket elszenvedünk. De azt hiszem, hogy értjük akkor, hogy hol van köztünk nézeteltérés. Igen, ebben értjük. De neked menned kell, úgyhogy sajnos be kell fejeznünk, úgy attól tartok. Ó, tényleg, igen. De én örülök, Péter, hogy beszéltünk, meg annak is, hogy végül találtunk valamit, amivel nem értünk egyet. És bízom benne, hogy majd még később találunk talán még többet, meg más témákat, aztán sikerül ezt folytatnunk, és én megköszönöm mindenkinek a, a figyelmet. Aztán, ha Péternek van kedve, akkor én, én nagyon szívesen folytatom. De én elbúcsúzom ezen a ponton, és én köszönetet mondok az Atyának azért, hogy velünk volt ismét, és lehetővé teszi ezt, hogy hogy egyáltalán ezek a beszélgetések még megtörténjenek. De átadom a szót Péternek, hogy elbúcsúzzon, meg elmondja, hogy hol találjátok meg, és aztán legközelebb folytatjuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltam. Jövök szívesen még, hogyha úgy adódik. Létkedésekpodcast.hu-n van a Létkedések podcastnak az összes elérhetősége. Lehet, hogy oda töltöm fel, vagy lehet, hogy a YouTube csatornámra, ami egyszerűen Szilvai Péter név alatt fut, ezt majd még eldöntöm. Ennyi. Köszönjük, minden jót! Reméljük, hogy folytatjuk. Szia. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobaba, illetve Yahoo útja néven, a TikTokon, Instagramon, Youtube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo! útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az infobaba, illetve Yahoo! útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.